Zalaegerszegen születtem, ott éltem 19 évig. Gyerekkoromban meghatározó volt, hogy édesapám a sütőiparnál dolgozott, és nagyon sok időt töltöttünk ott az udvaron a többi gyerekkel. Imádtuk a meleg zsemlét és kenyeret ott elfogyasztani. Amikor 13 éves lettem, akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy csinálnak egy maszekpékséget, egy egyéni vállalkozást, ahol saját maguk megpróbálják a kenyérsütést. Ebben a vállalkozásban én gyerekkoromban nagyon sokat dolgoztam, élveztem ennek a gyümölcsét tulajdonképpen. Nagyon szerettem az esti árusításokat a pénteki buli előtt, mert az összes fiatal odajött a városból, és örömmel vásárolták a meleg termékeket. 19 évesen férjhez mentem, és a szülői segítséggel 22 évesen indítottuk így Jenesdiáson a saját péküzemet. Hát az eleje az nagyon nehéz volt, mert nagyon fiatalok voltunk, bizonyítani kellett, és olyan négy fővel kezdtük a működést. Hát voltak kommunikációs nehézségek a dolgozókkal, mert mindenki idősebb volt, és sokat kellett bizonyítani, hogy igen, tudom, mit kell csinálni, és sok esetben ez úgy történt, hogy megmutattam, és akkor elismertek. Nehézséget okozott az is, hogy tapasztalatlanok voltunk az üzlet területén a viszonteladással kapcsolatban, és ezt az utat ki kellett járni, ki kellett taposni, a saját üzletnyitásánál is akadtak nehézségek. De hát azért ezeken mindig sikeresen végigmentünk, és ezek a sikerek azért úgy örömmel töltöttek el, és meghozták az eredményeket. Voltak olyan telek annó, hogy hatalmas hó leesett, a szállítójármű nem tudott bejönni, az utca végéig kézzel hordtuk ki a kenyereket a rekeszekben. Tehát mindig volt valamilyen egy váratlan esemény, amit úgy meg kellett oldani, és ilyenkor hirtelen kellett cselekedni, mert itt nem volt idő arra, hogy húzzuk az időt, vagy gondolkodjunk, mert időre oda kellett érkezni az árunak az üzletben, mert különben panaszok és reklamációk. A Keszthelyi piacon az üzletünk nagyon szépen fejlődött. A saját termékeink mellett még kézműves tejtermékeket is elkezdtünk forgalmazni. 8 év után elértük azt, hogy a pályázati pénzt visszatudtuk a hitelt fizetni, és utána már sokkal jobban meg tudtunk erősödni, de közben a piacon megjelentek a konkurenciák, és körülbelül egy 5 év alatt 8 pékség működött a környezetben, ami azért okozott nehézségeket. Folyamatosan fejlesztettünk új termékekkel, és meg tudtunk újulni, és a piaci árversenyekben nem mentünk bele. Most már támogatunk sporteseményeket, a Keszthelyi Maratonnak mi vagyunk a támogatói. Minden jól ment, nagyon sokat dolgoztunk, és észesen vettük, hogy közben a kapcsolatunk az úgy kezdett ellaposodni, és jött a dráma, hogy elváltunk. Aminek nagyon örülök, hogy a fellobbanó érzelmeink akkor nem szálltak annyira el, hogy a vállalkozást egyben hagytuk, és tovább tudtuk együtt működtetni. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és ez a mai napig is így van. Idén ünnepeltük a 25. évfordulót, és azt elmondhatom, hogy folyamatosan fejlődtünk a 25 év alatt. Most már 3 szaküzletünk van, ahol a saját termékeinket árusítjuk, mellette kávét készítünk, szendvicseket, salátát, és mindhárom üzletben sütjük az apró termékeinket, amit melegen tudunk a vásárlóinknak kínálni. A válásnál jöttem rá, hogy rengeteget dolgoztunk, csak a munkára koncentráltunk, úgy elmaradt mellette az életnek a megélése. Mindig megmaradt nekem a pékség, mint fővonal, de mellette úgy éreztem, hogy szükségem van tanulásra és új ismereteket szerezni. Ezért elkezdtem tanulni a lakberendezést,
Utána jogát tanultam, a testedzéssel foglalkoztam, az életmóddal, a táplálkozással, a kreativitást, az új ismereteket és új képességeket, amiket az évek során megszereztem, ezeket mind beépítem a munkámba. Arra jöttem rá az évek alatt, hogyha van egy célod, és azt el akarod érni, ha abba belerakod a megfelelő munkát és energiát, akkor biztos, hogy megkapod az eredményt, és ezek az eredmények egy idő után átfordulnak, és sokkal könnyebb lesz. Más lesz a hozzáállás és a megélés. Tehát azt elmondhatom, hogy fiatalkoromban megalapoztam a jövőmet, és most szabadon élhetek, senki nem gátol meg benne.